Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ugye most szünettel kezdtünk, mert szünettel fejeztük be az előző részt, és üdvözlöm a vodnézőket. Mondom, jó van, akkor szünettel kezdjük el ezt a streamet most, és akkor így legalább tényleg ilyen, úgymond, egész feelingje lesz, hogy csak egy szünetet tartottunk közben. Na, egy kicsit megkésve, de nagyjából kezdjük is tovább a Hellblade Senua's Sacrifice végigjátszásnak a második részét, és a, ugye, az élő adásba megy a twitch.tv/webbel90 csatornán, és ha aki Twitch-en nézi, az a youtube.com/kukacwebbel90 csatornán vissza tudja nézni bármikor majd ezt a felvételt, ki van listázva, meg a többi játék is, amit végigjátszottunk, az is kint van a csatornán. Tudja, ja. Na szóval, ugye, és akkor, hogyha ideig, vagy ha tetszik a videó, vagy tetszik a többi videó, és ha nem tetted, akkor iratkozz fel YouTube-on, meg Twitch-en kövessél be, meg lájkolt a videót, meg hasonlít a névjegyzék leírásokban, mindent megtalálsz, éppen ahol nézed. Na szóval, folytassuk tovább, elméletileg Gamr, vagy Germ, Gamr. A lényeg az, hogy egy nagy farkassal fogunk most megküzdeni. Szerintem, ha jól rémlik, ez az utolsó boss Hell előtt. És utána már csak pár küzdem, és befejezzük a játékot. Ugye azért játsszuk most végig. Ismertet elmondom, mert hamarosan jön a Senua Saga, Hellblade 2, egy pár napon belül érkezik. Nem biztos, hogy én egyből elkezdtem kijátszani, mert ugye mindenki ezzel fog játszani, és úgyse lenne szerintem olyan nagy nézettsége élőben, meg lehet, hogy így a felvételt se néznék meg YouTube-on, de majd meglátom, hogy meddig bírom ki úgy, hogy ne spoilerezzek magamnak, így majd belekezdünk, de lehet, hogy valami más lesz végigjátszó, és utána fogjuk elkezdeni majd a Hellblade 2-t. Na, de folytassuk is tovább, hogy egyből egy boss fight-tal kezdünk. Na, itt is vagyunk, és megyünk le, ugye leesett Dillon feje egy lyukba, és ugye a fej nélkül nem tudjuk visszahozni, vagy felszabadítani. Rayan also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Stop them! Too slow.
akkor most lehet. Pont kilökött a sötétségbe. Meg kéne forduljak, mert valahogy a sötétségbe vagyok benne végig. Egy kisebb a paraszterünk. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole.
She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Lena. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. For without it, I feared you would have let go as you slack. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust you as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Igen. Akkor most jön. Hegy. Gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. It was a horse. Yeah, no letter. The Northmen say the gods will fight the last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. You have to fight her. The final battle. Get his soul back. It's the final task. Yes, it is. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. Oh, very well. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. She can do it. She can do it. No. She can still see the secrets of the gods. She can think that my one. She must see. Shocker. She has the sight. She can see the secrets. Mm-hmm.
Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. The destiny of the gods. Sucka, my neck. A terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. What? Most lesz a harc. Gyorsan kaptam még egyet. Nem jó, mert... Meglett. Meglett. Igen. Hoppá. Igen. Nem volt még valami, hogy lecskapolnám. Menjünk vissza. Igen, ez a már. Ez megvan, a másik meg volt. She can fight her at Ragnarok. She's a warrior.
Na, meg van ott. Ó, még valamit nem néztem meg. Az lesz ott a szélső, mi? Aha. Most jött ki a harmadik. Az innen lesz. És akkor az utolsó küzdelmek. Most van, aki nem felmegy. Valami még nem kerek. Valahol még kell tudjak menni. Valamit tízzel kihagytam. Ja, ezt. Azt hagytam ki. Mondom, hogy valami ízé furcsa volt. De van még egy mesélőkő. Nem hiszem, hogy mindegyiket összeszedtük amúgy ebbe a végjátszás során. Szedtünk össze, de nem mind. Egyébben már fúzasztam. Full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Hogy fent kell-e, vagy lejjebb kell-e mennünk. Ja, itt ez lesz az. Nagyon arénának tűnik. Hát, gondolta volna. Kettő van. Nearly over. Finish it. Yeah.
Már csak ez van vissza. És már kész. Ó, volt még valami. Lehet van még egy eldugott kő. Itt előttünk át, vagy ez csak a kapu. Ez csak a kapu, amit nem tudtunk kinyitani. A követ már meghallgattuk. Mindegy, még egyszer benyomjuk. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. Ezt meg is vagyunk. Talán itt a hídon lesz egy küzdelem, és utána a finish a Hella. Join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell. And the heavens will split open. Nagyon jó, és kétszer belefutottuk a pofonba. Ámen. Ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Ó, ott igazából. Védeni ennek. Azért van még egy 3-4 darab. Ügyes vagyok, hogy... De jó, hogy megint...
Hell kapuja. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why would she stop to die? She won't stop. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. The man I this was is her hell. Before Druth. Was a true coward, Senor. I was well traveled. I spoke both their tongue and ours. So they took me as a slave. I thought I could help to broker peace. Or at least stay their hands from slaughter. But under torture, I did no such thing. I led them to the treasures and slaves they sought. But I wasn't the only one. Another came to the Northmen willingly, offering a bargain, a man in black from your lands. And he was offered safe passage for his treason. In the end, Senua, it isn't the gods that cause us so much suffering, but those closest to us. Mother! Don't be like this.
I don't know why Senua. Turn away, Senua! Do you see it, Senua? Do you see the darkness? Faces, fear, and suffering. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Thank you.
szépen, mindenkit leírtunk a felébe. Ezt kell túlélni. Farraven. Az illúzió istene. Eléggé. Soto. Sokszor fekszek el. Mindig baj. Where is he?
to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillian is gone. Dillian is dead. Let him go. Or what? What can you do to me that you haven't already? Your own father. Fight me. Come on! In search of love. Behind you. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of your empty. Let go of Dillian. Don't let your darkness affect anyone else. Ugye ez lett volna a végtelen küzdelem. A remény. Me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me! But I know it. I know you have him!
you want, isn't it? My soul. Take it! I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Thank you.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. És pár nap múlva meglássuk ezt a másik történetet is. Mit lehet mondani erről a játékról? Hát de szerintem én már sokat nem tudok mondani, de szerintem előtte már jóval nagyon sok streamer videós is elmondtam el. Szerintem egy fantasztikus játék amúgy. Nagyon mély. Szép lassan eljutunk a reménykedő Senuából egy valóságot látó harcos nővé. Ők zseni. Nagyon szépen felújították amúgy. Amúgy szerintem a sima alapjáték se volt olyan csúnya. Tehát tegyük ugye hozzá, hogy ugye maga a fejlesztők azok együtt dolgoztak mindenféle orvosokkal, pszichiátriákkal, és még talán van még talán még egy alapítvány is, ahol ugye a skizofrén és egyéb ilyen több személyiséggel küzdő személyeknek segítenek, meg ugye kutassák a gyógymódokat. És ugye ez erre hívná fel a figyelmet. És kíváncsi leszek, hogy másik részben mennyire fogja hozni ezt a hasonló történetmesélést, vagy mennyivel lesz durvább az egész. Te mostanság... Jó, biztos volt nagyon sok kis indie cím, ami nagyon jó sztorival rendelkezik, és mégse lett olyan felkapott, mondhatni.
Nos, szerintem ugyan... ugyanebbe a kategóriába sorolnám most a nemrég megjelent Indikát is. Mi egy váratlan. Tényleg. Kis csapattól érkező mély sztori, ahol szintén a rejtvényekkel kooperál. Ott inkább csak rejtvény. Ebben a játékban azért volt harc, meg egyéb elem, hogy maga a sztorit tudják jól elmesélni, és legyen egy kis akció is benne. Azért mégiscsak karakternek a harcos énjét is megmutassák. Mert ne csak a háttértörténetét, meg hogy milyen szenvedéseken ment túl, meg a skizofrénia, ugye egyes jeleit, de ugye hangokkal, ugye az egyéb belső hangok, meg ezeknek a felvétele, meg minden annyira jól összerakták, hogy kegyetlen, tényleg. Bencsesz, hogy a kettőbe is szintén meg lesznek, de úgy, mint a trailerekben láttam volna, hogy igen, úgy, hogy meg lesznek a kis belső hangok. Nem hiába vásárolták fel amúgy. Ugye a Microsoft felvásárolta a Ninja Theory-t, és ezért is készült ugye a kettő elég sokáig. De reménykedek, hogy ez a Microsoftnak egy hatalmas nagy siker lesz a Hellblade 2. Mert ugye mostanság, amit hallunk, hogy nagyon sok Bethesda stúdiót zártak be. Olyan kisebb fejlesztőket is, vagy hát nem tudom, hogy kis fejlesztők voltak, de lényeg az, hogy mondjuk inkább közepes fejlesztőket, közepes méretű fejlesztőket zártak be, akik tényleg olyan játékot tettek le az asztalra, ami tényleg sikeres volt. Meg ugye tettek le egy olyant is, ami nem volt éppen sikeres, és volt egy olyan, amit hát sajnálok, hogy feloszlatták ezt a tímet is, ugye most éppen a ugye az Arkánnak a Austin stúdiója került felszámolásra, a Tango Workshop, ugye az Evil Within fejlesztői, meg a Hifilash, talán még őket zárták be, meg ugye a Arkane Austin csinálta ugye a Redfallt, ami egy hatalmas nagy bukás lett. De úgy tudom, hogy nem elbocsájtották őket, hanem átszervezték egyéb fejlesztő stúdiókba. Itt is van ugye az utolsó mondat. Ha többet szeretnéd megtudni a pszichózisra és mentén zavakra, keresve a webfejünket, helpblade.info, ugye ez a alapítványnak a honlapjához vezet elméletileg, meg skizofén és mentális problémákkal küzdőknek segít oldal. Na? És befejeztük újra a Hellblade Senua Sacrifice-t. Most már végre ugye így streambe is. Fú, én tényleg vagy ötször játszottam végig a játékot, egyetlen hibával nem találkoztam, és most így a végigjátszás során, így élőbe, így egyből mindenbe belefutottam. Hát, még tényleg elképesztő, tényleg amit a Ninja Theory-re tett annó az asztalra, és kíváncsi vagyok, hogy mit tett le így a kettővel, mert hogyha ezt tudják fokozni,
és akár egy erősebb harcrendszert, vagy akármit beraknak a játékba, mert azért nagyobb lesz, mint a mostani kettő. És a történet is, a mélység megmaradt, és ehhez még egy még durvább sztori jön, és egy még erősebb harcrendszer, vagy ha még marad is ugyanaz a harcrendszer, de egy kicsit erősebb pázolok, hát ez kegyetlen lesz. Na de én itt el is búcsúzok, köszönöm szépen a figyelmet a VOD nézőknek és a live VOD követőknek is. Hamarosan jövünk vissza, mert felveszünk, lesz még egy stream ezután, ami a Haunted House Renovator című demót fogjuk megnézni. Úgyhogy aki itt élőben követ, az maradjon velünk hamarosan, és indul is az a stream is. De most így a Senuát és a Hellblade-et itt elengedjük. Köszönöm szépen a figyelmet a VOD nézőknek is, az élőben követőknek is. Aki élőben követett, az nézzen föl a youtube.com/kukacwebbel90 csatornára, ott mindegyik végijátszásunkat végig lehet nézni, meg a éppen a multiplayer aktuális dolgot is fölrakok, minden VOD-ot most már. És aki meg VOD-ként nézi, az meg csekkolja le a twitch.tv/webbel90 csatornát, mert itt mennek élőben általában streamek, és hát általában hétvégente és hétközben néha hébe hóba vannak streamek, mikor hogy van energiám és időm. Van mikor reggel, van mikor délután, ugye a munkámból adódóan. Minden egyéb linket itt Twitch-en elértek a névjegyzékbe és lát a panelekbe. Aki YouTube-on nézi VOD-ként, az meg a videó alatti leírásban találja meg az információkat. Ha még nem tetted és ideig eljutottál, akkor iratkozz fel. Ha tetszik is, akkor lájkold, vagy meg mellette hozd meg a ismerőséddel, hogy legyünk minél többen, mert minél többen vagyunk, annál több lehetőséget kapok partner oldalaimtól, és így azzal tudok majd később nektek is visszaadni ebből. De ugye én csak annyit kérek, hogy kövessetek és nézzetek semmi többet. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, vagy streamben. Addig is, hellóztok!